Lézerpuskalövészet, akadálypálya és gépkarabélyos váltófutás. Többek közt ezek a feladatok várták a középiskolás fiatalokból álló csapatokat az országos haditorna verseny Fehérvár megyei döntőjén. A résztvevők közt voltak olyanok, akik bizonyos szempontból előnyt élvezhettek, hiszen kadétiskolából érkeztek. Az akadálypályát azt én nagyon várom, élvezem, amikor inkább mozgósítunk, vagy mozgunk, és hát a futást ezt nem nagyon kedvelem, én személy szerint, viszont még a Matrix, amikor ilyen csipogókat kell követni egy ilyen adott térkép szerint, akkor még azt szeretjük. Az előképzettség jelenthet előnyt, de természetesen más módon is fel lehetett készülni a versenyre. Voltak olyanok is, akik nem először vesznek részt a megmérettetésen. Évközben semmilyen felkészülés nem nagyon van, csak lelkileg, hogy jövünk majd ide. De amúgy én amúgy sportolok, és így ez ide jó. A résztvevőket a már felsoroltak mellett többek közt katonai terep tanismeretek és elsősegélynyújtó feladatok is várták. A program elsődleges célja azonban túlmutat a fizikális és szellemi gyakorlatokon. Alapvetően ugye felhívni a Magyar Honvédségre a sportra a figyelmet, tehát úgy gondolom, hogy ez a kettő nem elválasztható, és a fiataloknak ráirányítani a figyelmét arra, hogy a Magyar Honvédségen keresztül tehetnek az egészségükért, illetve a honvédelemért a hazáért is. Németh Andor hozzátette, hogy az a csapat, amelyik megnyeri a Fehérvár megyei versenyt, jogot szerez arra, hogy részt vegyen az országos döntőn, amely majd jövő tavasszal kerül megrendezésre.